Tomi mesék. Tomi a tanyán. Tomi az iskolai szünetben a nagymamájához ment látogatóba. Tomikám, emlékszel a nagybátyádra, Józsi bácsira? Tudod, a tanyán? Hát nem nagyon, pedig kiskorodban olyan sokat voltál nála. Na mindegy, a lényeg, hogy azt mondta, ha van kedved, elugorhatsz hozzá a hétvégére. Oké. Tomiék vacsiztak egy jó nagyot, és korán reggel indultak is a tanyára, ahol Józsi bácsi már nagyon várta őket. Jó reggelt, Marikám! Jó napot, Józsikám! Na, hogy ityeg? Ó, az már csak fütyeg. De megnőtt egy Tomikám, még ilyen kis picike voltál, amikor utoljára láttalak. Hát igen. Itt a hétvégén aztán jó megválasott. Az jó. Na, megyünk kis Marikám, puszillak. Rendben, Tomikám, akkor vasárnap este felé jövök érted. Jól van, szia Nagyi. Na szóval akkor itt a teknő, meg a veder. Háztól balra meg a kút, hát szomjas volna. Rendben. Józsi bá, és mi a wifi jelszó? Hifi? Hát olyan nem nincsen, de van rádió, meg a TSB kommunizáltam. Azon aztán mostanában jó sok retro zene megy. Nem á, itt még térerő sincsen. Nem kül az az állatoknak, úgyhogy nekünk se kül. Tehát akkor mit fogok itt csinálni? Á, majd el leszel az állatokkal. Régen is úgy imádtad. Ah, régen. Még hogy hifi, ah! Nem kell ez az állatoknak, úgyhogy nekünk se kell. Még szerencse, hogy a Nagyinál letöltöttem pár offline játékot. Jó, megnőtte, Tomi. Mi a? Józsi bácsi maga az? Nem, én vagyok, te butus. Há, napszúrást kaptam. Nehogy, nem is emlékszel rám, én vagyok az Röfi. Jéj! Tényleg nem emlékszel rám. Pedig ott voltál, amikor születtem. Röfi, hát persze, majdnem elfelejtettelek. Mi van veled? Semmi extra. Szondizgatok, hízogatok. Igen, azt látom. Jó nagy darab lettél. Ja, de azért te sem panaszkodhatsz. Én csak hosszában növök. És hol vannak a szüleid? Ők már átköltöttek a húsgyárba. Húsgyárba? Igen, a felhízott nagy disznókat átviszik oda, mert ott több a hely. Biztos nagy luxusban élne, mert azóta mi egy árok képes lapot se küldtek nekem. Ó, te szegény. Rá se ránc, jó el vagyok itt kecskusszal, meg gyókicával, és most már te is itt vagy nekem. Oh, yeah. Tomi egész délután Röfivel játszott, este pedig bement a házba vacsorázni. Képzeld, Józsi bá, beugrott, hogy sokat voltam a malacoddal kiskoromban. Még arra is emlékszem, mikor megszületett. Jaj, Tomikám, ennek aztán igazán örülök. Rendes kis jószágasz. Te tudod, hogy megy ez. Most jó, meghízott, elviszik a vágóhídra. Ne, az nem lehet. Tudod, valamiben meg is kell ám élni. De én szívesen odaadom az összes zseppénzem. Aranyos vagy, az már biztos. Hétfőn jönnek érte. Vasárnap még egész nap játszottak Röfivel az olban, és este szomorúan búcsúztak el egymástól. Amint megérkeztek Nagyihoz, Tomi már ment is a netre. Malac megmentése. Malacváros? A disznók világa nyitva áll minden gyerek és szelid malac előtt. Ments meg egy malacot te is! Ez az! Megmentem Röfit! Nagyi! Mi az, Tomikám? Malacváros! Megmentem Röfit! Jól vagy, Tomikám? Hát az van, hogy én tudok beszélni a malacokkal, és megmentem Röfit! Ja, csak ennyi? Én meg tyúkul tudok. Az király! Akkor segítesz? Hát persze. Már hajnalban felkeltek, és indultak is a tanyára Röfiért. Ne, Nagyi, elkéstünk! Na, azt már nem! Nagyi, menj közelebb! Próbálok! Balra! Előrébb! Most jó! Hé, most akkor melyik ötök, Röfi? Hát én! Gyere, Röfi, ugorj! És a többiek? Na jó, gyertek ti is! Na, Röfi, akkor mehetünk a Malacvárosba? Azóta Tomi minden évben elmegy a barátaival Malacvárosba, és meglátogatja Röfit. Tomi mesék. Tomi és a vírus. Tomiék a suli ebédlőjében álltak sorba a kajáért.
Hallottátok, hogy már Európába is bejutott a vírus? Persze, az influenza is minden évben bejut, és még sincs semmi. Ja, de azért ez más. Kínában már egy csomóan belehaltak. Hát még jó, hogy ott állandóan bűzgombócot esznek. És ráadásul rizsföldeken élnek. Persze, fiúk, Kínában nincs semmi. Honnan is van a telefonod? Jó, igazad van, Lili. Tomiék összefutottak Liliékkel a szupermarket előtt. Szia, Lili, segíthetek? Nem kell, Tomikám, megoldjuk. Inkább ne higgyertek közelebb. De miért? Mi nem is tudjátok? Ma lezárják a város, biztos forrásból tudom. Egy barátom volt osztálytársának a fiának, a kolléganőnek van egy ismerőse, aki a belügy minisztériumban dolgozik. Ti is jobban tennétek, ha betároznátok, amíg van valami a boltokban. És mindig mosatok kezdet jó alaposan. Oké. Akkor csókolom. Szia, Lili. Viszlát. Lili anya nem százas. Hát túlparázza a dolgot, de azért a kézmosás nem hülyeség. Reggel a terem előtt találkoztak. Szia, Peti! Szia, Tomi! Jaj, beteg vagyok. Peti, ne szórakozz már! Rendkívüli közlemény. Holnaptól bezárják az iskolákat. Az oktatás online folytatódik. Hú, vége a tanulásnak! Korai nyári szünet, Hawaii! Az első nap tényleg olyan volt, mintha szünet lenne. Se tanulás nem volt, se lecke. Na, kémeljünk már, holnap úgyis húztok a nagyithoz. Anyukám még azt mondták, ne menjünk, nehogy megbetegítsük. De hisz nem is vagytok betegek. Ja, de van valami két hét lapangási idő, vagy mi? He? Tudod, amikor benned van a vírus, és így is át tudod adni. Én pont tegnap voltam a nagypapámnál zseppénzt kunyizni, és neki nincs semmi baja. Oh yeah. Egész nap gémeltek, de másnap már jöttek a feladatok a tanártól. Tehát a 2x egyenlő 24, akkor mennyi az x? Peti? Péter! Igen, tanárnő? Láttam, hogy nem vagy a gép előtt, így igazolatlan fogok beírni neked. Ne már! Tomi, akkor mennyi lesz az eredmény? Tamás! 12. Délután nagy bejelentés volt a tévében. Kedves honfitársaim, magyarok, ma éjféltől karantént vezetünk be. Csak azok tartózkodhatnak a lakhelyükön kívül, akik dolgozni, ételért vagy gyógyszerért mennek. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok! Ez kemény, hallottad? Ja, de ez nincs semmi, képzeld, a papámat bevitték a kórházba. Jaj, ne, a vírus! Igen, azt mondták, tőlünk is elkaphatta, pedig nekem tényleg tökre semmi bajom. Persze, mert a gyerekeknél néha még tünet sincs. Ez gáz. Ja, na jó, megyek kajálni. Hali? Anyu, hol van a gumicukor? Az elfogyott. Na jó, ma én megyek bevásárolni. Tomi morogva indult az utcában a kisbolt felé. Nekem kell elmenni a gumicukorért is. Elegem van. Tomikám, ne haragudj, a boltban mész. Igen, Marika néni. Hoznál nekem egy csomag WC papírt? Ja, hát jó, hozok. Aztán a sarkon kiszólt Pista bácsi is. Tamáskám, csak nem a boltba tartasz? De igen, Pista bácsi, kéne valami? Igen, hoznál egy doboz tojást. Aha. És a gyógyszertárban is van egy csomagom, elhoznád azt is. Jó, oké. És persze Rózsika néni is kihajolt a kerítésen. Jaj, köszönöm, Tomikám! Tomi futott a boltba, beugrott a patikába, és már tette is a kapuk elé a csumikat, aztán gyorsan hazaért. Hali, Peti, képzeld, bevásároltam az öregeknek. Az tök jó! Nekem meg jött egy levél a papámtól, nézd! Petikém, hamarosan itt az idő, újra elindulok a végtelenbe, és tovább. Nyugébétig veled leszek. Nagyon büszke vagyok rád, Béla papa, az asztronauta. Elég jó fej a papád. Bezony. Arra gondoltam, hogy legközelebb megyek veled bevásárolni én is. Az nagyon jó lenne, Peti. Tomiék azután minden másnap bevásároltak az utcában lakó idős bácsiknak és néniknek. Tomi mesék. Tomi a szakács. Tomi hetek óta otthon volt. Már hozzászokott az internetes tanuláshoz, és az online játékokat is megunta. Anyu, mi lesz ma az ebéd? Hát sajtos tészta. Már megint? Bocs, Tomikám, nincs időm neked ötfogásos menüt főzni. Itthon is online dolgoznom kell. Ja, oké. Na jó, akkor nézzük, van-e valami nézhető a jó öreg tévében.
Nem bírod a bezártságot? Unod már a sajtos tésztát? Főzz egy menüt, küld be, és nyerj Michelin csillagos online főző tanfolyamot. Határidő, péntek 12 óra. Ez az! Addig még van két napom. Na, megyek is főzni. A kertben összefutott Petivel. Peti! Kitaláltam, hogy ne unjuk halára magunkat. Igen. Na és hogy? Hát főzni fogunk! Mi? Igen. Most láttam a karanténkonyhaséf felhívását, és arra gondoltam, beleveszhetnénk. Te? A múltkor még egy teát sem tudtál megfőzni. Egyébként én már beneveztem. Tudod, a muterom kifőzdében dolgozik, úgyhogy simán összedobtunk egy menüt. Ja, hát az jó. Azért én is küldök be. Legalábbis megpróbálok. Oké, hali. Tommy benézett a kamrába alapanyagokért. Sajt, meg tészta. Kizárt, hogy sajtos tésztát csináljak. Viszont a kertben talált paradicsomot és paprikát is. Na, ebből lehetne egy jó... szendvics? Tomikám, a mozgó húsboltba vehet finom húsikákat. Tényleg, köszönöm. Vedd házi kolbit és fincsi friss csirkefarhátot. Tamáska, hallom, ma te főzöl. Tessék, most készítettem. Egyenesen a saját túróüzememből. És még Pista bácsi is adott neki egy kosár zöldséget. Tomi nekiállt a főzésnek. Nagyi, hogy is szokta kezdeni? Ja, hagymával. Ez elég csípős. Aztán 10 percig öblögette a szemét vízzel, hogy újra lásson. Hát ez nem volt egyszerű. Mit csinálsz, Tomikám? Semmit, csak főzök. Te? És hogyan sikerült beszerezned ezt a sérülést? Hát zöldséget pucoltam. Aha. Hát sajnos ezt össze kell várnunk. Úristen! Nyugi, kapsz egy kis érzéstanítót, és pár perc alatt túl is leszel rajta. Másnap Lili hívta telefonon. Szegényem, és nagyon fáj! Nem az a baj, csak hogy így már tuti nem tudok főzni. Főzni? Igen, mert jelentkeztem ebbe a karantén szakács műsorba, vagy mi, tehát ilyen kézzel. Van otthon tépetek? Na-na! Tomi jól körbetépelte az ujját. Így szuper vízhatlan lett. Köszi, Lili! Na, mentem is! De gyorsan rájött, hogy már csak egy órája van a határidőig. Mindjárt 11 óra, és még mindig tök béna vagyok. És most mit kezdjek ezzel a sok cuccal? Majd mi segítünk! Nyáj! Nekünk is az az álmunk, hogy szuperfincs ételbe kerüljünk. Oké. Na szóval, szuséf úr, az én menüsor javaslatom a következő. Gyógyító leves, alla a zöldségbastár. Lecsó de kolbász. Túrós kevercsüti, baraszt lelekivel. Hey, csak egy pár csepp olívaolaj kell, és egy jó lábas. Répák, kockára, pici olajra. A narancsot sültetek, jöhetnek a csőkölyek és a felöntés. Kész? Pici lángon, épp csak gyöngyözzön. A lecsó titka a sok-sok hagyma. Jöhet a kolb és a paprikák. Imádom az előmelegített olajos hagyma ágyat. Én is. És egy pici só. Egy kanállal elég? Megőrültél? Akkor semmi nem marad a zöldségek ízéből. Hát de mindenki ennyit tesz bele. Kivéve, aki nem akar szívrohamot, vagy éppen séf akar lenni. Oké. És a menü végén a lősütemény. Ehhez kérem, kell egy kis túró, jöhet a darat, tojás, citromhéj. És egy kis kanál vaníliás cukor? Igen, merci beaucoup, vaníliás cukor. Még épp időben sikerült feltállalni a menüt. Tommy! Te vagy a legjobb kezdő szakács, akivel valaha találkoztam. Köszönjük. Ön feltöltötte a 45137. menüt. Mennyi? Esélytelen vagyok. Reggel lógó orral indult Petihez. Szia, Tomi! Ali. Tök gagyi ez a főzőverseny. Most írták, hogy a menümben túl sok volt a só, meg a telített zsír, vagy... telített zsír, az sem is tudom mi az. Legalább neked visszaírtak. Gratulálunk! Te nyerted az exkluzív chef tanfolyamot. Na mi az? Hát, csak az, hogy megnyertem! Mi? Én vagyok az új karantén chef! Taníts, mester! Azóta Tomi végigcsinálta a tanfolyamot, és minden héten egyszer szuper menüt készít az alapanyagok és a család legnagyobb örömére. Tomi mesék. Tomi a sportoló. Tomiék az udvaron fociztak, amikor odajött hozzájuk Béla Bál testi tanár. Peti, benn vagy a keretben, mint az egyik legjobb focista. Számítok rád. Oké, Béla Bál, ott leszek. Hé, Peti, miről beszélt? Hát a tavaszi sporttáborról. De nem is jössz? Pedig nagyon menő lesz, diszkó, meg minden. És persze a suliból is igazoltan hiányozhatunk. Komoly!
Persze! Szólj neki, hogy te is jönni akarsz! Oké! Béla bá, várjon! Mi van, Tomi? Hát, szóval én is mennék abba a táborba. Én vagyok a legjobb futó az évfolyamban. Á, futás nem is sport, meg labda sincs benne. Ja, értem. Keres valami mást. Jó, de mit? Hát mondjuk kézi, kosár vagy foci. Aztán majd meglátjuk. Oké. Gyere, Tomi, rúgj egyet, majd én védek. Hát lehet, hogy mégsem a foci lesz a te sportod. Na tűnjünk innen, menjünk be kosarazni. A kosár már sokkal jobban ment Tominak. Megszerezte a lasztit, végig szágódott a pályán, és... Áó, Tomi, ez fájt! Jaj, bocsi, Lili, nem direkt csináltam. Csak éppen sportot keresek, amiben a legjobb vagyok. Te is a táborba akarsz bejutni, ugye? Igen, te is mész. Persze, én vagyok a legjobb a talajon. Jó neked. De te nem judoztál régebben? De, tényleg! Köszi, Lili, puszi! Szia! Tomi rohant haza a ruhájáért, és már ment is a dojóba. Az edző azonnal a szőnyegre is küldte. Tihá! Tyuma! Kiki! Kaká! Tuff! És szegény Tomi akkorát placsant a földön, hogy alig tudott felállni. Még a keze is belilult. Fiam, azt hiszem, hogy judo nem neked való. Gyere, bekötözöm a kezed. Értem, és köszönöm. Bánatosan haza sántikált. Másnap a suliban Peti már várta. Tomi, megtaláltad a sportod? Hé, mi lett a kezeddel? Á, én teljesen béna vagyok mindenhez. Azt hiszem, jobb, ha így nem is megyek a táborba. Aj, ne mondd már! Nézd, ez Béla bá nyomta a kezembe az előbb. Félcső, megnyitó és görkori verseny. A kezedet nem is kell hozzá használod, és te olyan jól korizol. Tuti megnyered a versenyt, és VIP helyed lesz a táborban. Hú, köszi, Peti! Még a múlt héten megígértem Gabininek, hogy gyakorlom az éneket az ünnepségre. Mi az, te valami csaj vagy mi? Aj, ne cikizd már, így is tök égő. Jól van, azért megkérdezem Béla bát, hát ha még beférsz az utcsó futamba. Köszi, Ali! Tomi nagyon sietett, de hiába, mert már csak az üres félcsövet találta a téren. Másnap kezdődött az ünnepség. Hali, szia haver, nem értél oda tegnap? Ja, pedig nagyon siettem. Mindegy, már úgy sincs hely a táborban. Tényleg? Ja, most mondta Béla bá. Értem. Mindegy, én mentem. Hé, nem láttad Tomit? Arra ment az előbb. Hé, Tomi, itt vagy bent? Nem. Mi baj van? Teljesen béna vagyok. Semmire sem vagyok jó. Tomi, mindenki jó valamiben. Te is tuti megtalálod, csak ne add fel. Jól van. Megyek. Legalább ezen az idióta éneklésen legyek túl. És akkor az ünnepséget zárjuk egy kedves dallal. Hallgassátok szeretettel. A nap nyugodni tér, leszáll a csendes éj, már búcsút mondunk. A föld az ég alatt, hogy búcsán bólogat, mert el kell válnunk. Ő az én haverom. Tomi! Neked nem kell sportolnod, neked énekelned kell. Nagyon büszkék vagyunk rád. Ugye mondtam, hogy megtalálod. Hé, Tomi, pont egy ilyen ember kéne nekem a táborba, aki énekel a sportünnepségeken. El tudsz jönni? Oh, yeah. Tomi azóta elfogadta, hogy nem olyan jó a sportokban, de bármikor szívesen énekel a barátainak. Tomi mesék. Tomi az influencer. Tomiéknak ofőórájuk volt a suliban. Na gyerekek, ki hova megy középiskolába? Én közgazdásuliba megyek. Faipari. Én vendéglátóba. És te, Tomi? Én nem megyek középiskolába, mert influencer leszek. Influencer? Hát az meg mi? Az influencerek videókat és képeket csinálnak magukról, amit feltesznek a netre, és rajonganak értük az emberek. Rendben, akkor értem. Tomi mindent meg is tett, hogy sikeres influencer lehessen. Az összes őrült kihívást megcsinálta. A falba fejelőset, a fahéjevőset, és a jégleöntőset is. Hát, Tomi, nem értelek. Minek szivatod magad? Azért, hogy nekem is legyen egy cool csatornám. És megéri? Simán, képzeld, mert van 100 feliratkozóm. És az jó? Az bizony már menő.
de már semmi ötletem sincs, minden kihívást megcsináltam. Csinálj random valami hülyeséget, mit tudom én, például simogas tevéket, vagy tép WC-papírt, hehe. Peti, ez tök jó ötlet, köszi, szívi, de nem mondtam semmit. Tomi hazament, kivette a papírt a WC-ből, és már indult is a stream. Sziasztok, a nevem Tomi, és most egy különleges videóval készültem. Figyeljetek, nagyon bonyi, inkább mutatom. Ez a legjobb! XD szakadó! XD, XD, XD! Első! Uhú, ez menő! Tomi el is döntötte, hogy minden nap élőben fog tépni, és egy hét múlva már 1000 feliratkozója volt. Tomi, délután jössz valahova? Nem hiszem, videót kell csinálnom. Képzeld, se perc alatt 1000 feliratkozom lett. Neba! Ja, nagyon bejött a budipapper ötlet, főleg ha livestreamben nyomom. És képzeld, még egy influencer ügynökség is megkeresett. Azt mondták, ha így folytatom, egy csomó szponzorom lesz. Úristen, én is influencer akarok lenni, de én semmiben se vagyok jó. Akkor legyél te a menedzserem. Menedzser? Az meg micsoda? Hát a menedzser, aki számolja a pénzt. A pénzt? Ó, én szeretem a pénzt. Ó, yeah. Na, akkor gyere, nézzük át az üzleti stratégiát. Na például, itt van ez a vitaminszelet. Nagyon jól nézne ki, ha tépés közben harapnál belőle néhányat. Így. És nem gáz, hogy igazából nem is szeretem ezt a vitaminszeletet. Aj, ugyan már, majd megszereted, ahogy a pénzt is. Hát mondjuk, ja. Na, akkor megyünk a strandra. Dehogy megyünk, te mész streamelni a szponzoros napszemcsibe. Oké. Tomi egész este csak videót csinált, már tökére fejlesztette a tépést. Tépet perforáltat, színeset, mintásat és még illatosat is. Ú, Tomi, képzeld, ma reggel megkeresett Európa legnagyobb WC-papírgyára, és azt mondták, kétszer annyit fizetnek, ha az ő WC-papírjukat téped. És még egy saját WC-papír márkád is lesz, csak annyit kell mondanod, hogy ezt a legjobb tépni. De hát ez tök ugyanolyan. Hogy ne már, tudod, ez üzlet, ezért kapod a pénzt, meg én is. Ja, jól van. Csak pár hét telt el, és a suliban mindenki Tomi WC-papírral járkált, és ott tépegették a szünetben. Na, látod, Tomi? Ez a melőség, amikor a te saját neveddel fémjelzett terméket gyűjtik az alsósok. Hát, ja, nem rossz. Figyú, szerintem lehetnél magántanuló is, akkor legalább még többet tudnál tépni élőben. Igen? Persze, az az igazi menőség. Tomi, hallom, híres lettél. Hát, ja. És a Facebookon nem vagy fent? Megosztanám a barátnőimmel. Hát ott nem vagyok olyan aktív. Az kár. Jaj, Tomikám, hát én is láttalak ám a tévében. Anyuka, az nem tévé, az az internet. Ja. Tomi magántanuló lett, és állandóan utazott a közönség találkozókra, meg a dedikálásokra. Figyú, Tomi, ha így folytatod, nem lesz elég a pénz. Alig van már növekedés a csatornán. Kicsit jobban oda kéne tenned magad. De hát már 4x3 óra streamet nyomok minden nap. Látod? Túl sokat alszol. És most következzen Tomi Taper! És most tépek! Kérhetek autogramot? Persze, easy kislány! Igen, lenni nagyon érti! Hát, és környezetvédő is papert használni! Ha. Oh yeah! Tomi, nagyon jövedelmező volt ez a közönségtali. Hát, ja. Tudod, melyik pénz a legjobb? Amelyikért jól megdolgoztál. Az biztos. Pill? Ki az? Hát, csak az a Lili vagy ki. Na, szia, Lili. Szia, Tomi. Mi újság? Hát, el vagyok havazva, mint a Mount Everest. Semmire sincs időm. Igen, azt gondoltam. És az éneklésem mi lesz? Azért nem fizet senki. És fogunk még valaha talizni? Most nincs sok időm. Tudod, ez a turné, meg a sok streamelés. Jól van, Tomi. Akkor szia! Hát ez a buli megdöglött. Na, mentem a bárba. Csövi! Na, mi van, Peti? Nem vittél magaddal a pénzt? Jó napot, Tomi. Van egy ajánlatom. Ha én lennék a menedzsered, legalább kétszer annyi pénzt keresnél. Nekem van már menedzserem, aki ráadásul a legjobb barátom is. Ez hiba. Egy barát mindig érzelmi alapon dönt, és nem a bevételek alapján. Gondold át az ajánlatom. Ja, majd átgondolom. Viszlát! Barom. Vége lett a turnénak. Tomi végre hazaért, és rögtön neki is ugrott a streamelésnek. Na, szóval akkor... Tomikám, gyere segíts teregetni! Jaj, anyu, most nem érek rá, mert streamelek! Na, szóval akkor most tépek!
Uncsi vagy, mint a busz megálló. Szebbet hánytam tegnap este. Ez a legoldvarabb csatorna. Leiratkoztam. Én is. Na jó, ennél még a teregetés is jobb. Hali Peti, mi van veled, Tomi? Már vagy 5 órája nem tettél fel videót. Hát mi lesz így az üzletünkkel? Peti, én azt hiszem, kezdek kiégni. Hagyjál már a nyavajgással, hiszen ebből élünk. Kapjad össze magad, amúgy is itt az új szponzor, a Levendula Popero WC-papír, ami még a bojlepkéket is elűzi. Nagyszerű. Akkor megyek, felveszem. Hali. Tomi felvette a videót és kidőlt. Reggel a csöngő ébresztette fel. Peti, mi van? Elsüllyedt a jacht? Hogy kerülsz ide? Hát, van egy kis gáz. Felmondták a szerződésünket. Mi? Miért? Hát, ezért. Basszus! Konyhai törlő! Hogy ez nekem miért nem jutott az eszembe? Ja. Tominak gyorsan elfogyott a pénze, és visszament az iskolába tanulni. Szia, Tomi! Adsz egy autogramot? Hát azt hiszem, elég hülyeség volt ez az egész. Ne haragudj! Nem baj, Tomi! Ebből is tanultál valamit. Tépésre mindig szükséged lesz. A WC-n. Hihi! Tomi végül beadta a jelentkezését a zeneművészeti középiskolába. Peti pedig 3 hétig hordta vissza a faterja üres sörös üvegeit, hogy ki tudja fizetni a jacht bérleti díját. Iratkozzatok fel!